A bűnmegelőzési előadásaink célja az, hogy megismertessük a főként a fiatalkor küszöbön álló tanulókat azzal, hogy a 14. életév betöltése után milyen szankciók alkalmazhatók esetlegesen velük szembe, és mik azok a veszélyforrások, amikkel úgymond szembe kell nézniük a későbbiek során. Az előadásnak a felvilágosítása célja, természetesen mivel, hogy a magyar állam törvényeit minden egyes magyar állampolgár köteles betartani, és ez a kötelezettség már 14. életévet betöltött személyre is kiróható. Az előadásnak a célja pontosan ez, hogy a leggyakrabban a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményi kategóriákat ismertetjük, mint például a lopások, legyen az akár egy kisebb bolti lopás, garázdaság, illetőleg a súlyosabb bűncselekményekről, rablásról, zsarolásról, iskolán, családon belüli erőszakról is szó esik az előadás során. Eléggé népszerű ez az előadás az intézmények körében. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy minden tanév elején kiküldünk egy tájékoztató levelet az intézményekbe, és amint az igény beérkezik, próbáljuk azt a tőlünk telhető legrövidebb időn belül teljesíteni. A bűnmegelőzés kapcsán mérőszámokkal nem rendelkezünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha már egy diák egy ilyen előadás után arra gondol, hogy ezt ne csinálja, mert ezt esetleg büntetik, akkor mi már elértük a célunkat. Erre külön mérőszámmal nem rendelkezünk. Nagy népszerűségnek örvendenek az előadások, élvezni szokták a tanulók, és elég sok kérdést kapunk a későbbiekben is.